Köszöntöm nézőinket, ismét egy újabb ismerős arc a stúdióban. Dr. Pálos Miklóst köszöntöm szeretettel. Ügyvéd úr, itt amíg a kollégák készültek, és így kezdtük az adás előtti ráhangolódást, akkor néhány gondolatban azért én megemlítettem önnek, hogy bizony nagyon régen láttam, és mondta, hogy hát egyszerű oka van a dolognak, dolgozik, nem ér rá úgymond közszerepelni, idézőjelbe téve természetesen a kliensek azok, akiknek az ügyeiben el kell járni, de hát ez a jelen, de ha visszamegyek az időben, akkor érdekel az, hogy például Pálos Miklós milyen kisgyerek volt, de nem tudom, hogy a gyerekkorát hol töltötte, hogy ez mindvégig Szekszárdhoz a megyéhez kötötte, vagy esetleg máshonnan származik a család. Szekszárdi vagyok, én Szekszárdon születtem, a szüleim is Tolna megyeiek, édesapám paksi, édesanyám dunakömlődi, polgári értelmiségi családból származom, édesanyám német-magyar nyelvű tanítónő volt, apám pedig jogász, pénzügyi tisztviselő, egy életen át ebben a munkakörben dolgozott, leszámítva egy rövid kis szakaszt, amikor az úgynevezett osztályharcos időkben bélistázták, de aztán hamar átképezte magát egy másik szakra is. Itt vagyunk, itt éltünk le. Itt volt a gyermekkorom, itt el egy gyönyörű szép évek. Akkor még nem éreztünk mindent abból, ami a háttér volt. Gyerekek voltunk, és egy gyerek az, ha megtalálja maga társaságát, maga környezetét, akkor nem látja a nagy dolgokat. Az indítatást az ügyvédi pálya felé korán megkapta otthonról, vagy pedig egyszerűen ez az ön döntése, ön választása volt? Én azt hiszem, mindenkinek egy példakép az otthon, a család, és hát édesapám jogász, meg a testvérem is annak tanult, ő is annak végzett. Hányan vannak úgyhogy testvérek, bocsánat? Öten voltunk, öt gyermeket szült az édesanyánk, hárman élünk még, kettő kicsi gyerekkorában meghalt olyan dolgokban, amik ma már nem számítanak nagy betegségnek, de hát sajnos így alakult. Hárman felnőttünk, és közösséget alkottunk, két fiú, egy lány. És akkor visszatérve, tehát azért akkor a családban megvolt ez a úgymond példa, amit ön követett. Igen, én éreztem, inkább mindig a humán tárgyak iránt érdeklődtem középiskolás, vagy iskolás koromban is, tehát az a terület vonzott, és a jogi pálya azért, mert otthon láttam egyrészt szakkönyveket, másrészt meg valahogy úgy éreztem, hogy ez az a terület, ahol talán megtudnám az úgynevezett, most divatos szóval önmegvalósításnak nevezik, elérni azt, amit én szeretnék az életbe. Hát ez úgy érzem, hogy részben sikerült. Az iskoláit hol végezte? Szekszáron, itt a Garai téren az általános iskolát, éppen akkor volt váltás a 4 elemi, 8 középiskola és a 8 általános 4 középiskolába. Én már 8 általános jártam és 4 középiskolát, itt Szekszáron érettségiztem. Létai növendék voltam, Létai Mennyhért volt az osztályfőnököm, és ez sokaknak sokat mondó, egy oszlopa volt a szekszárdi Garai gimnáziumnak. Matematika fizikus volt, tehát keményen a reáltudományokhoz kapcsolódott, mégis egy óriási humanista volt. Akik ismerték, tudtak róla, akik növendékei voltak, tudták, hogy mekkora lelke van. Pedagógus volt a lelke mélyéig. Neki minden a gyermek volt, saját gyermeke nem volt, és itt valósította meg azt, amit ő a gyerekekkel kapcsolatban elképzelt, a diákokkal. Nagyon szerettük, szigorú volt, de rettenetes meleg szíve is volt. El tudott úgy érzékenyülni, hogy sírt az órán, amikor elbúcsúztunk tőle, napokig vívódott önmagával, hogy ezt lelkileg hogy fogja megélni, annyira szeretett bennünket. Abban az időben a pályaválasztásnak milyen szerepe volt, mekkora súlya volt? Ma ugye tudjuk, hogy az ügyvédi, a jogászi pálya az egyik legdivatosabb, legközkedveltebb az egyetemeken. Ez akkor tájt is így volt, ugyanilyen nehéz volt esetleg a felvételi megmérettetés, persze az akkori kor viszonyaihoz igazodva, vagy ezt már nem is érdemes összehasonlítani? Ez egy más most már, nagyon egyetértek azzal, hogy mindenki igyekszik főiskolát végezni, tehát egyfajta erős irányultság van a főiskolák, egyetemek felé. A mi időnkben nem volt ekkor, és különösen a jogi pályának nem volt különösen nagy tekintélye. Ugye az 1950-es években Magyarországon ez egy lenézett pálya volt, aztán amikor én 59-be kerültem az egyetemre, előtte két évig
még kitanultam egy szakmát is, akkor Az azért mi már volt? Bocsánat, hogy közbevágok. vendéglátós voltam. Én Komolyan? 57-ben érettségiztem, 56-57-ben, és azért most már nyugodtan mondhatjuk, hogy akkor történelmi időket éltünk. Engem már akkor is vonzott a politika, én bent voltam a Városi Nemzeti Bizottságban, az ifjúsági tagozatban, sok érdekes kanyar volt akkor az életemben. És akkor 57-ben el sem küdték a jelentkezési papírjaimat az egyetemre, hanem egyszerűen A akkor, mozgolódások a mozgó, miatt? igen, hát persze. És akkor 57-ben volt a honvédelmi miniszternek egy rendelete, akkor tájt jött ki, hogy akik érettségiztek és szakmunkás tanulók, azoknak szolgálathalasztást kell adni. És ugye aki életet nyer időt, vagy aki időt nyer, életet nyer, ez volt ugye akkor az ige, és én kitanultam a vendéglátó szakmát, cukrász szakmát, vagy kitűnő eredménnyel levizsgáztam, 59-ben bejelentkeztem az egyetemre, be is hívtak felvételizni, és fel is vettek. Az egyetemi évek alatt hogy érezte magát? Az akkori egyetemi évek, az akkori időkben mitől voltak különlegesek? Ma ugye tudjuk, hogy legfőképpen a szórakozás felé irányulnak talán ezen időszakok, és talán azt is mondhatom, hogy olyan nagy mozgalmi idők, vagy olyan nagy változtatások talán most a jelenben, bár minden megítélés kérdése nem várnak az egyetemistákra. Akkor volt-e valami a változás szele jobban hajtott-e, hajthatta-e az egyetemistát? Ez 1959-ben volt, évekkel később tudtuk meg, hogy akkor a kulisszák mögött véres drámák folynak. 56 megtorlásai, kivéve a közvetlen résztvevőket, ugye, amiket gyorsított eljárásban letárgyaltak a forradalom után. Akkor kezdődtek azok a perek, még 63-ban is volt kivégzés. Én ezeket az éveket az egyetemen töltöttem, és valahogy látótéren kívül esett ez a dráma. Utána tudtuk, meg nem tudtuk. Az egyetemi évek azok gyönyörűek voltak. Nagyon sokat, Pécshez Pécset, köti? igen, nagyon sokat profitáltam én abból, nagyon sokat vettem magamra, szedtem magamra, nem csak szakmai vonalon, hanem egyébként is. Nekünk olyan professzoraink voltak, akiknek a katedrán való megjelenése már egyfajta tekintélyt jelentett és csendet parancsolt körülötte. Neveket hadd ne említsek, oszlopok voltak akkor az egyetemen tartó pillérek, és azért mindig valahogy meghallottuk az igaz szót is. Még azoktól is, akik kimondottan idomultak és asszimilálódtak és alakultak a politikai követelményekhez, még ott is valahol mindig tudtunk a mondatok mögött kiszűrni igazságot, és aztán voltak kemény professzoraink, sokan jártak le akkor Pestről a Pécsi Egyetemre. Akkor a egyéniségek, akik később aztán a jogtudományok terén maradandót alkottak. Nagyon szép volt az az 5 év, a diákévek. Én nagyon vágytam a iskolapadok után vissza, amikor 2 évig belekóstoltam egy másik szakmába, akkor mindig tudtam, hogy azt tisztességgel meg kell csinálni, de számomra létezik egy másik világ, és akkor már csak egy igény volt, hogy azt elérjem. Sikerült, és én megbecsültem az egyetemi évek alatt a lehetőséget. Én határidőre végeztem, hát itt ott néha volt egy kis kitérő, de ezek olyan pár hetes kitérők voltak. Azért mindig megvolt a javítás lehetősége, és azt mindig első alkalommal kihasználtam. Nagyon szépen indultam én a pályán, 3 év után elbuktam egy politikai ügy miatt, az akkor nagyon nagy esemény volt itt Szekszárdon, 13 évet töltöttem gyarmati szolgálatba, közben egy tragédia is történt, arra most hadd ne beszéljek, mert nem szeretnék emlékezni rá, nem lehet kitörölni az életemből, de ha lehet, nem beszélünk róla. És aztán 81-be kerültem vissza megint az ügyvédi pályára, ott kimondottan. Akkor ön átélte ezt a szokták volt mondani egyszer fent, egyszer lent Igen, időszakot? átéltem. Mondjuk teljesen nem kellett elhagynom a jogi pályát, mert egy ipari szövetkezeti jogirádán dolgoztam, ahol kedves kollégákkal, jó munkatársakkal és egy-két nagyon tisztességes, talpig becsületes magyar vezetővel találkoztam, akik igenis kiálltak mellettem, politikai síkon is nem engedték, hogy bántsanak. Én meg azzal próbáltam ezt meghálálni, hogy produkáltam, amit tudtam, szerény képességeimhez igazodóan. Mondhatta volna ezen eset után, amit most itt nem is tisztünk talán részletezni, hogy köszönöm szépen, engem oda tett, ahova a politika, én többet soha. És mégis azért Ez nem ilyen, másképp alakult. igen, másként alakult, azért ez nem ennyire egyszerű. 1985-ben
Valószínű ez csak egy ráérzés volt, amikor Reagan és Gorbacsov együtt jelent meg a politika, a világpolitika, a nagypolitika színpadán, és még ott volt mögöttük egy Margaret Thatcher, aki ugye ugyancsak jelentős tényező volt, akkor nem, nincs nekem semmiféle különleges adottságom vagy tehetségem erre, egyszerűen intuíció volt, egy ráérzés, hogy most változni fog a világ. És akkor meredeken és merészen, annak ellenére, hogy nekem már egyszer-kétszer a körmemre csaptak, éreztem a változások, hogy elérkezett a változások ideje. Az a régi világ, ami volt addig, az minden anyagi és erkölcsi tőkét addigra olyan mértékben élte fel, hogy éreztem, hogy a folyamatok irreverzibilisek, visszafordíthatatlanok, és már nem biztos, hogy uralkodik rajta az a szűk csoport, amelyik megszabta a világ menetét, különösen Kelet-Európában moszkvai vezérlettel. És akkor én már mindjárt a monori tanácskozások, a lakitelki tanácskozások anyagát éjszaka stencileztük, sokszorosítottuk, bár ugye ott le kellett zárni a szobákat, lakat alá voltak véve a gépek, de azért az emberi leleményesség mindig talált valamit, és akkor adtam tovább jó barátaimnak. Aztán később egy borzasztó csalódás volt nekem, hogy azokat is hát megtaláltam azok között, akik nem mindig igazán barátként jöttek hozzám, hanem valakinek a irányítására, utasítására. De ez megint egy olyan sötét dolog, hogy én úgy gondolom, hogy ennek a mai bemutatkozásnak, vagy egyfajta ilyen kis életrajznak nem biztos, hogy anyaga kell, hogy legyen. Számos fordulat, tényleg, ahogy mondja. A politika, a nagyvilági események, a hazai események mindig érdekelték, ez kitűnik a szavaiból. Beszéljünk akkor, vigyük most már végig a fonalat, mondjuk beszéljünk 1990 és 94 közötti időszakról. Az egy nagy kaland volt az életemben, és egy nagyon nagy kihívás. Amikor megtudtam, hogy a kormányzati munkába részt kell venni, akkor engem már csak egy érdekelt, hogy helyt tudjak állni. Antal József, aki ugye 3,5 évig volt csak miniszterelnök, megszakadt a ciklus alatt az ő élete, az egy olyan időszak volt, amit én tulajdonképpen egy olyan beosztás és egy olyan kaland, amit én nem akartam, de elvállaltam. Amikor 81-88, különösen 89-ben, hát én kereszténydemokrata pártba kezdtem politizálni, nekem nagyon tetszett az egész rendszer egyrészt, az egész politikai ideológia, amit egyrészt hát a rokonoktól Németországból ismertem meg, másrészt azért a kereszténydemokrácia olyan hatalmas politikai tényező volt Nyugat-Európában. Neki köszönhető az új Európa, talán az egység, sőt az egységes Európa is, hogy ez vonzott a leginkább, részint hitbéli elkötelezettségem miatt, részint pedig ennek a politikának a praktikussága és a nagyon emberközelsége. Amikor 90-ben parlamenti képviselő lettem, és mint a kereszténydemokrata párt egyik alelnöke részt vettem a koalíciós tárgyalásokon, akkor Antal kifejezetten nekem szegezte a, nem is a kérdést, hanem a feladatot, hogy államtitkárként nem vennék részt a kormányzati munkába. Elmondtam, ne haragudj, miniszterelnök úr, mert akkor már ugye nekem miniszterelnök volt. Én egy vidéki ügyvéd vagyok, fogalmam sincs arról, hogy miként kell a miniszterelnök mellett államtitkárkodni, mire azt mondta. Nézd, én egy orvostörténeti intézetnek voltam az igazgatója, fogalmam sincs, hogy kell miniszterelnökösködni. Ez egy új világ, ami most épül, itt nem revolúcióval, hanem evolutív úton alakul át a társadalom, nincs jogod otthon maradni, nekem nincsenek embereim, valamit majd csinálunk, megfogjuk egymás kezét. És érdekes, talán nem ezen a beszélgetésen, hanem később úgy értésünk rá, hogy ez kamikáze akció, a nagy lépéseket most kell megtenni, az átalakulás alapjait most kell tenni, és aztán majd arra jöhet egy építmény, de ez mindenképpen 94-ig tart csak, mintha érezte volna, tudta volna, hogy ebbe benne van a bukás. Annyi háládatlan feladatot kellett megcsinálni, amit a kisember nem értett meg, hogy biztos volt abban, hogy miután demokrácia van, a sikertelenséget egy kudarc, tehát egy bukás követi. Én elvállaltam és igyekeztem helytállni, én helyemen maradtam végig, engem nem érintettek ezek az elmozdítások. Talán más volt akkor a politikai légkör, más volt a szituáció. Jó lehet, az ellenzék akkor is élte a maga klasszikus szerepét, és játszotta, hogy ellenzék volt, és mindenben megpróbált hibát keresni. Nem volt ilyen, haragudjon, talán nem jó ez a kifejezés, vagy nem idevaló, de most már egy kicsit elalpáriasodott és elközönségesedett ez. Ez a hangvétel már idegen tőlem.
Úgyhogy akkor 94 után tulajdonképpen a kamikáze akciót követően nem is volt az akkora nagy törés, vagy nem érte meg nehezen, hogy visszajött, és akkor újra a klienseknek szentelte az időt. Hát azért volt egy átmenet, és volt egy levezető puffertartály még 4 évig, mert én még 4 évig képviselő maradtam, és azért benne voltam a politikai közéletben, de akkor már inkább készültem vissza a pályára teljes munkaidőbe, szóval akkor már úgy nézett ki, hogy ez a politikai pálya 98-ban véget ér. Nem ráadásul, bánja? Nem bánom. Sem az, hogy végigcsináltam, nagy törés volt azért ez az életben. Illetve nem is azt mondom, egy törés, hanem egy kiesés és egy egész más környezet, ami akkor körülvett, módosított bennem sok személyiségjegyet is, ha alapjaiban nem is, de azért a napi dolgokban mindenképpen. És hát utána 98-ban akkor már természetesen csináltam, kislányom volt mellettem ügyvédjelölt, aki levizsgázott, letette a diplomáját az asztalra, és akkor azt mondta, apu, én mostantól kezdve anyuka leszek, akkor már áldott állapotban volt, megszült egy gyönyörű kis unokát, aztán még egyet, és nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz egy harmadik, hogy ő anyuka, és csodálatos szépen csinálja. Akkor már beszéljünk a családról is, időközben hol volt idő a nősülésre, mikor jött a szerelem? A nősüléshez hozzátartozott a szakmához, megmondom miért, én a bíróságon voltam fiatal, illetve sokat fordultam meg a bíróságon fiatal ügyvédjelöltként, és ott találkoztam a feleségemmel, akit megszeretni, ugye, hogy mondják, egy pillanat műve volt, mind a ketten megtaláltuk egymást, ez mondjuk 38 év után már megnyugtatóan mondható ki. Ott kezdődött a szerelem, 1 év ismeretség után kötöttünk házasságot, 2 gyermekünk született, mind a kettő szép, épp, egészséges, egzisztenciálisan most már mind a kettő révbe ért, és azóta meg itt szeretetben élünk. Azt mondhatnám, hogy nem példás, de teljesen természetes, normális, és mind a kettőnk által kívánt formában megy ez. 2 unokánk van, ez nagy változást hozott az életembe. Mindig azt hittem, hogy a nagyszülő és az unoka kapcsolatát a nagyszülők úgy túldimenzionálják, eltúlozzák. Nem. Az unoka kapcsolatot elmesélni nem lehet, azt meg kell élni. Ez egy egész más dimenzió. Érzelmileg egy óriási kötődés, ahogy Petőfi ugye hazament, és azt énekelte meg, hogy gyermek vagyok, gyermek lettem újra, én most az unokáimmal élem ezt meg, behasalok velük az asztal alá, matchboxokat tologatunk, garást építünk, és mindenfélét, ami egy gyereknek érdekes élmény, úgy jól el tudom lesni, hogy mi az, amit szeretnének csinálni, és a tűrési határig partner vagyok ehhez. A szabadidő tehát nagy része az az unokákkal telik. Mi az, ami esetleg még önről kiderülhet, hogyha egy kicsit az otthoni környezetben kutakodunk, van-e hobbija, mi az, ami kikapcsolja, amit szívesen csinál? Hát otthon ülő ember vagyok, ezt tudni kell, engem azt hiszem soha senki nem látott szórakozó helyen, vagy néha-néha elmentem egy-egy társággal, még fiatalabbak voltunk. Van egy hobbim, és ez Szekszárdon sok embernek hobbija, egyfajta státuszszimbólum. Én szőlészkedem és borászkodom, de hát ezt most már a fiam profi módon folytatja tovább, én már csak olyan segédmunkás vagyok az ő környezetébe, nagyon szeretem csinálni. A napi 8-10 órás leterheltség után nekem ez egy óriási felüdülés, néha szoktam teniszezni, járni, kerékpározok, szóval sokat adok arra, hogy lehetőleg kondícióban és a több irányú ténykedéssel úgy egyenesbe tartsam magam. Nem szabad nagyon átadni magát az embernek egy dolognak, mert akkor valahogy úgy betokosodik, és hát ez nyilván a mindennapjára is kihat. Az ügyvédi pálya az egy kemény pálya, ki kell szolgálni a klienseket, nekem semmi extra tehetségem nincs ez a pályához, egyet tudok, hogy amivel megbíztak, az be kell fejezni. Na most itt is érik az embert kudarcok természetesen, de próbálom ezeket kiszűrni, sok ügyfelem van. Bátran kimondom, hogy a rossz ügyeket nem vállalom el, de ahhoz is idő kell, amíg az ember meg tudja ezt állapítani, tehát a diagnózis egy nehéz munka. Így aztán a mindennapjaim békességben, csendben és nyugalomban telnek. Szereti az embereket, hiszen velük foglalkozik. Igen, nagyon szeretem az embereket. Én azt mondanám, hogy ellenségem nincs, én nekem is van egyfajta indulatom, ugye, én is néha elveszítem a kicsit a fejemet, de ügyfelekkel szemben sohasem. Amikor erőszakosak és mindenképpen akarják rám oktrojálni az ügyeiket, akkor hiába próbálom győzködni őket, hogy nem érdemes, nem szabad. Aztán előfordul, hogy utána visszajönnek, hogy nekem volt igazam, tényleg nem szabad lett volna. Vannak ügyek, amik elől nem tudok kitérni, ez nagyon kevés.
De azért úgy általában jó, meg tudom válogatni azt, amit vállalok. Mi lehet ezen a pályán egy nagy elégtétel? Mikor érzi azt, hogy igen, ezt most megcsináltam? Hát ugye a siker az mindenképpen élmény, ez ma már egy meghonosodott fogalom, a sikerélmény, az nagy élmény, de amikor jó érzéssel megy el, tudja, mikor vagyok a legboldogabb, amikor másodszor, harmadszor, negyedszer vagy ötödször is visszajön ugyanaz az ügyfél. Ez egy olyan önigazolás, illetve egy olyan igazolás, egy visszaigazolás a kliensek részéről, ami tényleg a legboldogabbá tesz engem. Büntetőügyekkel egyáltalán nem foglalkozom, azhoz nem értek semmit, és nem is szívesen csinálom. Ügyvédje előtt koromban túl sok volt ez a kirendelés, és akkor nem szerettem igazán, meg akkor még voltak, szóval azt ki kell mondani őszintén, pártos volt az ítélkezés, az osztály érdekeket, a politikai érdekeket szolgálta. Ma ezt nem látom egyáltalán, én szerintem ma a bíróságok tudták függeteni magukat a politikától, még akkor is, ha néha úgy tűnik, hogy nem. Problémás ügyei az embereknek mindig lesznek, ugye? Vannak, lesznek, voltak. Pálos Miklós mikor fogja azt mondani, hogy hát köszönöm szépen, de nekem itt elég volt, én több ügyet már nem kívánok képviselni, hanem csak teljesen majd, amíg megszületendő, illetve már megszületett unokáknak él. Hát visszavonulás természetesen. Úgy negyed évenként egyszer végszaladok az ügyeim, mindig a negyed év záráskor, és ez most pár nappal ezelőtt történt. Több mint 190 ügyem van folyamatban, és ahogy ránéztem kívülről az aktára, mindegyikről tudtam, hogy ebbe kell valamit csinálnom, nem. Nagyon ritkán nyitottam ki egyiket, másikat, hogy ez most miért is van még a befejezetlenek között. Én úgy ítélem meg, hogy amíg ezt így át tudom tekinteni, és amíg az embereknek tényleg tudok valamiben szolgálni, tudom szolgáltatni azt, amire vállalkozom, addig nem akarom feladni. Nem érzem az éveket. Már jóval túl vagyok a 60-on, és egyszerűen az, hogy reggel 7-től este 7-ig 8-ig dolgozom, ez nekem nem jelent meg erőltetést, és nem akarom feladni. Mi a titok? Kiegyensúlyozottan élek, azt tudni kell mindenkinek, nincsenek káros szenvedélyeim, amik rontanák az egészségemet, megpróbálok úgy élni, békés környezetben élek természetesen otthon, és megpróbálom ezt úgy irányítani, hogy ezen ne legyen változás. Én gyógyszereket nem szedek, orvoshoz nem nagyon járok, fél évenként egyszer elmegyek egy kardiológus barátom, azat megnéz, és akkor mindig azt mondja a feleségemnek, hogy soká leszel özvegyasszony, ennek mind a ketten kimondhatatlanul örülünk. És hát nagyon családcentrikus vagyok. Nincs olyan hétvége, hogy ne lenne otthon a családnál. Megpróbálom beléjük oltani a szeretet parancsát. Nem szabad nem szeretni egymást. És jönnek szívesen, együtt töltjük mindig a hétvéket. Ez hihetetlen öröm nekem. Én akkor örülök, ha együtt vagyunk. Nálam ez egy és oszthatatlan szubstancia. Boldog ember ön. Hát, kérdezem is, meg mondom is. Igen, nem vagyok elégedetlen. Úgy elfogadom azt, amit az élet adott, nem vágyom többre, nem vágyom nagynak lenni, úgyhogy ez így jó nekem. Hát én akkor azt kívánom a befejezés végére, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon hosszú évekig még így maradjon, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Minden jót kívánok, a nézőknek megköszönöm a figyelmet, tartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra!